szikrázott az éter, és gőzünk sem volt, hogy végül is kinek a pártjánál ma léter. Mikor a rádiónál egy lelkes suhanc váratlan fejlővést kapott, már tudtuk, hogy az eltársak majd megemlegetik ezt a napot. Aztán megjegyezték a város valódi arcát, hogy homlokáról a csillagot leverte. Az Üllői úton tankok lángoltak, és a barikádon az egykori Levente a fekete füstbe szórta a golyót és fogságban tanult orosz átkait. A városét, mely pokolba kívánta a Moszkvába lelétszállt mocskos Rákosit. Ülhetnek hát az eltársak gőgösen. Eszükbe fog jutni úgy is a csődület. Eszükbe jut folyton a meglincselt ávós, és szorosnak érzik majd nyakkendőjüket. Az ő lelkük tiszta volt, és mindegyikük tudta, ha eljön az ideje, az Úr elé mit visz. Akik magukat októberben félni tanították, dicsőség azoknak. Gloria victis. A hatóságok minduntalan közönnyel fogadták a folytonos feljelentéseket, a bürokrácia folyamata hosszabb lett volna, mint egy emberöltő. A levelek a kukákban landoltak, esetleg néhányat közülük adminisztráltak, de komolyabb választ és lépéseket sohasem intéztek az ügy érdekében. A tanyán, ahonnan a problémák származtak, lerobbant parasztház állt, valamikori fényét régen elveszítette. Annak idején cselédszállóként működött a kastély udvarán, már csak az öreg Bogdányi Pál lakott benne, meg a bolond Eszter lánya. Pál még a felmenőitől örökölte a területet, egyeneságú leszármazottja volt az egykori tulajdonosnak, de neki már a gazdagságból és jólétből semmi sem jutott. Az államtól kapott csekély összegű nyugdíja havonta egyszer érkezett meg, azt is túlnyomó többségben a disznókra költötték, nekik édes kevés maradt. Nem is kaphatott volna többet, hiszen egész életében összesen egy napot sem dolgozott hivatalosan, mindig is az állattenyésztésből tartotta fenn magát. Eszter koraszülöttként jött a világra. A faluban azt beszélték, hogy az orvos a fejénél fogva fogóval húzta ki az anyjából, megszorította, elpattant egy idegszál, és a lány ezért bolond. Gyakran látták őt a mező környékén, ahogyan magában beszél, táncol és énekel. Olyankor felszabadultnak és vidámnak tűnt. Eszébe jutott az utolsó veszekedésük. Tamás, menjünk be a rehabilitációra, minden rendben lesz, ott meggyógyulsz és megtartjuk az esküvőt. Nem! Hozzám fogsz jönni és majd elmúlni. 3 éve itt szól, ez magától nem múlik el. És van az orvos, te engem ne küldözgess semmiféle bolondhoz. Elmúlni. Vagy mi? Már nem akarsz hozzám jönni? Ahányszor csak eszébe jutott, érezte a gyűrűjét, amit a fejéhez vágott. Köszönöm szépen!